Idén is garantált volt a jó hangulat a gyulai horgászbálon. A szombatesti program immár a 11. volt a sorban, melyen a helyi horgásztársadalom tagjai kötetlen formában találkozhattak egymással. Kismisi barátommal kezdtük el még 2009-ben, a Termál Campingben volt az első horgászbál, 60 fővel volt megrendezve, nagyon nagy sikere volt. Rögtön rájöttünk, hogy kinőttük azt a helyet, és kerestünk nagyobb helyet, és így lett a Tölgyfa étterem. Ide 200 fő fér be minden évben. Sajnos nagyon sokan nem tudnak eljönni emiatt, mert legalább a duplája, 400-an jönnének erre a rendezvényre. Mindig jó hangulatban szokott zajlani, jó mulatozás, beszélgetés az elmúlt évek horgász eseményeiről, tárgyalás a horgászok között, és egy finom vacsorával, egybekötött táncmulatsággal szokott rendeződni ez a bál. Az eseményen aktív horgászként is jelen volt Kónya István alpolgármester, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy immár közel másfél évtizede annak, hogy a területen megkezdődött az a fajta önkormányzati szerepvállalás, mely vállalkozók bevonásával sok segítséget jelentett az ágazat fejlődésében. Elindult 2007 tavaszán egy olyan kedvező folyamat, aminek a mai napig is látjuk a nyomát, hiszen a Bárdostónak a használatba adásával most már elmondhatjuk, hogy Gyulaváros 11 tava gyakorlatilag külső kézben van, a jó gazda gondosságával a vállalkozók kezelik évről évre ezeket a tavakat, amelyek most már horgászati, illetve halnevelési céllal lettek hasznosítva. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gondolat volt, és egy nagyon jó irányt vettünk annak idején, bár sok kérdőjel megfogalmazódott bennünk, hogy vajon egy külső vállalkozó mennyire fogja magáénak érezni, de mindenki megtalálta benne a számítását, és az önkormányzatnak is nagyon jó, Gyulaváros lakosságának is nagyon jó, hiszen valamennyi tavunk megújult, megszépült, és nagyon sokaknak kedvelt pihenőhelyévé vált. Kónya István elmondta, a tavakat folyamatosan karban tartják, rendezik ezek környékét, ami kikapcsolódási lehetőséget teremt a környéken élők vagy a kirándulók számára is.